Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul a Netflixen. Négy darab sorozatot szeretnék a figyelmedbe ajánlani, amelyek nem csak arra jók, hogy nagyon jól eltöltsd az idődet és szórakozz, hanem arra is tökéletesen alkalmasak, hogy fejleszd az angol tudásodat. De mielőtt elkezdjük, ha érdekel téged az önálló nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor nézz rá arra a tréningre a videó leírásában, amit ezzel kapcsolatban készítettem. Nos, már több videót készítettem arról, hogy hogyan tanulj angolul filmekből, ezeket fönt megtalálod, ha a kis kártyára kattintasz. Ebben a videóban a mai napon kizárólag a Netflix csatornán elérhető sorozatokra fogunk koncentrálni. Ugye hazánkban is egyre népszerűbb az előfizetéses Netflix csatorna, amely tulajdonképpen filmek és sorozatok streamelését kínálja interneten keresztül. És ez is tökéletes arra, hogy összekösd a kellemest a hasznossal, és tulajdonképpen szórakozva tanulj angolul filmekből és sorozatokból. Az benne szerintem a legjobb, hogy ez a csatorna a sorozatoknak a teljes megszakítás nélküli áradatát kínálja, tehát nem kell egy hetet várnod arra, hogy a következő epizódot megnézd az adott sorozatból, hanem sokkal rugalmasabban a saját időbeosztásod szerint tudod alakítani ugye az angol tanulási szokásaidhoz. Tehát az is nagyon szimpatikus számomra, hogy tulajdonképpen minden generáció, minden nyelvtanuló, legyen teljesen kezdő, középhaladó vagy haladó, talál magának az érdeklődésének és a tudás szintjének megfelelő filmeket és sorozatokat. Úgyhogy nézzük azt a négy sorozatot, amelyet mindenképpen szeretnék a figyelmedbe ajánlani. Az első sorozat a The Crown, vagyis a Korona, ez az én személyes kedvencem. Ez a sorozat II. Erzsébet uralkodását mutatja be 1947-től egészen napjainkig. És ugye a különböző részekben természetesen feltűnnek a különböző korok fontos politikai és történelmi személyiségei, emellett pedig azt is látjuk, hogy II. Erzsébet a magánéletében hogyan küzd a különböző kihívásokkal. Úgyhogy én azt mondom, hogy a történelem iránt érdeklődő nyelvtanulóknak ez egy kötelező és kihagyhatatlan darab, és az izgalmak mellett a sorozat arra is tökéletesen alkalmas, hogy megismerkedj és hallgasd az igazi, hamisítatlan, hivatalos brit akcentust, ezt a már-már nagyon hideg vagy rideg nyelvezetet, tehát tökéletes azoknak, akik mondjuk Angliában szeretnének előbb vagy utóbb munkát vállalni. A második sorozat, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, az a The Stranger Things című sorozat. Ez a 2016-ban indult sorozat, a 80-as években játszódik egy fiktív amerikai kisvárosban, az indianai Hawkinsban. És tulajdonképpen arról szól ez a történet, hogy a kisváros nyugalmát felkavarja egy 12 éves kiskamasz fiú eltűnése, amit további megmagyarázhatatlan események láncolata követ. Azoknak ajánlom ezt a sorozatot elsősorban, akik szeretik ezt a misztikus, horrorisztikus, sci-fi vonalat egyesítve és keverve. Nyelvtanulási szempontból pedig arra tökéletes, hogy nagyon-nagyon sok szlenggel és amerikai mindennapi életből vett kifejezésekkel ismerkedj meg. Ugye ezt a tinédzserek egymás közti kommunikációján keresztül nagyon-nagyon jól fel lehet szedni ebből a sorozatból. A harmadik széria nem annyira könnyed, ez inkább egy dokumentumfilm, ez a Chef's Table, vagyis a konyhafőnök asztala. Ez egy 2015-ben indult dokumentumfilm sorozat, és ez bepillantást enged a világ leghíresebb mesterszakácsainak életébe
és konyhájába egyaránt. Tehát akit érdekelnek az ételekkel és a főzéssel kapcsolatos műsorok és szakkifejezések, az rengeteg sok hasznos szót és kifejezést sajátíthat el ebből a sorozatból. Aki pedig azt tervezi, hogy szakácsként vagy felszolgálóként szeretne dolgozni a közeljövőben külföldön, annak pedig egyszerűen kötelező a sorozat nézése és megtekintése. És a negyedik sorozat, amit szeretnék a figyelmetbe ajánlani, az egy igazán könnyed és humoros darab, aminek csupán annyi a címe, hogy Love, vagyis szerelem. Ez a sorozat, én azt vettem észre, hogy abszolút szembe megy azokkal a klisékkel, amikkel eddig találkozhattunk a különböző párkapcsolatról és magánélettel kapcsolatos sorozatokból. Igyekszik a szerelmet egy sokkal reálisabban és egy ilyen rózsaszín köd mentesen bemutatni. Azoknak ajánlom, akik szeretik ezeket a könnyed, romantikus, habkönnyű komédiákat, és közben tökéletes a sorozat nyelvtanulási szempontból arra, hogy vicceket és humort hallgass, és felszed a mindennapi életben használt és a mindennapi élettel kapcsolatos kifejezéseket, mert ezeknek egy nagyon széles és változatos tárházával találkozol majd ebben a sorozatban. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznosnak találtad. Szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!